A tavaszi szezonban 100%-os teljesítmény nyújtó nyíregyházi junior férfi kézilabda együttes Tiszavasváriban játszotta utolsó mérkőzését. Az első félidőben a házigazda vezetett, de szünet után fordított a nyíregyházi sportcentrum és 34-32-re győzött. Bécsi János együttese 24 mérkőzésből 22-t nyert meg. Egy alkalommal játszott döntetlent, így 45 pontjával magabiztosan végzett a bajnokság élén. Érdekesség, hogy a Nyíregyháza kapta a legkevesebb gólt a szezonban, és a sportcentrum játékosa Bécsi Ádám végzett a góllövő lista élén 197 találattal. 3 éves munkának az eredménye, tavaly felkerültünk a dobogóra, ott is az utolsó előtti forduló volt a sorsdöntő, hogy bajnokok leszünk-e vagy harmadikok. Hát sajnos egy gólos vereséget szenvedtünk akkor az Algyő otthonába, de akkor úgy jöttünk le a pályáról, és azt mondtam a fiúknak, hogy a következő évet mindent arra teszünk fel, hogy megnyerjük a bajnokságot, hisz egy apró nüanszon buktuk el a tavaly évben a bajnoki címet. Ennek függvényében kértem is a gyerekeket azt, hogy próbáljunk, mivel rengetegen vagyunk, akik érettségiztek és kiöregednek, hogy ez az utolsó évük, hogy próbáljunk akkor ezeknek a játékosoknak egy olyan pluszt adni búcsúzásként, hogy egy bajnoki cím legyen, amivel elköszönnek tőlünk. Ezt mindenki elfogadta, és végig is dolgoztuk. Nagyon sokat dolgoztak, nagyon sok munka van benne. Én úgy gondolom, meg is érdemlik ezt a bajnoki címet. 10 játékos nem folytathatja jövőre a korosztályban, közülük néhányan a felnőtt csapathoz kerülnek, néhányan pedig a továbbtanulás miatt más városba költöznek. Ami a felnőtt együttest illeti, ott is lesznek változások. Kaplonyi Zoltán befejezi a kézilabdát, Páncél Zoltán pedig Békésre igazol. Erdő Zoltánnak és Vasas Györgynek is vannak ajánlatai, így nem kizárt, hogy ők is máshol folytatják. A tervek szerint nyáron több új játékos érkezik az együtteshez, elsősorban fiatalokat szeretne szerződtetni a klub, akikre hosszú távon számítanának.